Kapa, kasza, fakanál. 9. rész. Végre itt a nyár, és a River Cottage-i kertre jut egy kis régóta esedékes napsütés. A gyümölcseimnek és a zöldségeimnek már csak 2 hetük van arra, hogy magukba szívják a hosszú esőket a szüret előtt. De a 3 disznóm közül az egyiknek már igencsak kevés esélye van a lebarnulásra. A földemet bérbeadó Anthony és Serena a helyi jótékonysági egyesületek javára középkori vásárt rendez. Az én hozzájárulásom egy nyársra húzott malac lesz, és itt az ideje, hogy kiválasszuk a trió egyik tagját. Szerintem ez nagyon szép. A kettő közül ő a nagyobb. Ha választani kell, az egyik fekete legyen, ugye? Az egyikük egy kicsit nagyobb. Miért? Egy alomból valók. Egy alomból, de az egyik egy kicsit feljebb áll a rangsorban. Amelyik jobban teljesített, annak kell megmaradnia, és a másikat kell feláldozni a közjavára. Örülök, hogy ezt mondta. Nem vagyok fukar, de a kisebb malac irányába akartam terelni önöket, mert szerintem az jobban átsül majd a nyárson. Ebben a világban farkas törvények uralkodnak. Remélem, én nagyon sokáig megmaradok benne. Ne gondolja, hogy önnek adom a... Egy cseppet sem. A saját részem. Ön végtelenül nagy lelkű. Hány embert kell majd megetetni? Jó sokat. Próbálok nem gondolni rá, amíg él az állat, de 150 zsemle rostonsült sertéshússal töltve... Mindenkinek jut egy falásnyi. Ez így csodás lesz, jó. Miután egyik állatomtól hamarosan megválok, el kell gondolkoznom a helyetteséről. Szerencsére Marge anyai értékei már bizonyítást nyertek. Gyere, Marge, ez a te nagy napod, és azt akarom, hogy a legjobb formádat mutasd. Gyere, öreg lány, jól van, jó kislány vagy. Nos, van egy barátom, aki azért jön, hogy meglátogasson téged. Azt csinálod, amit kell, és jövőre lesz egy gyönyörű kis borjad. Márciusi borjút szeretnék Márctól, ami júniusi fedeztetést jelent. Ezt szem előtt tartva, hamarosan vendégül látunk egy remek Dexter bikát, második Nothing Regulus-t, amelyet egy helyi tenyésztő Sarah Mitchell ad kölcsön. Tehát úgy érti, hogy már egy ideje semmit sem kapott? Hát elég hosszú ideje nem kapott semmit. Szóval ez a mai nap nagyon kellemes lehet a számára. Ön szerint megfontolt típus? Nem egy hencegős fajta. Szépen fog beszélni vele. Előtte kever majd egy italt a tehénnek? Hát, e felől vannak kétségeim, de biztos, hogy utána odabújik hozzá. Milyen jó fiú. Persze még ki kell derülnie, hogy a jól nevelt Regulus helyt tud-e állni a dologban. Ó, fölkelt a hölgy. Ő meg hová megy? Ön szerint van rá esély, hogy hamarosan történik valami? Úgy gondolom. Ha magukra hagyjuk őket? Hát itt nem igazán kívánatos a közönség. Én jobban szeretem anélkül. Egy kicsit bénító, ha közben nézik az embert. Ott is hagyom Marge-ot és Reget. Hadd lépjenek bensőségesebb kapcsolatra. Közben egyéb dolgom is akad. Nem túl sok olyan táplálékszerző praktika lehet, ami a középkor óta teljesen változatlan maradt, de itt Dorsetben elég okosak az emberek. Úgy gondolják, hogy ha valami jól működik, azon nem kell feltétlenül változtatni. A férfiak, akikkel találkozni fogok, egy olyan halászmesterség szakértői, amelyet a középkortól a legutóbbi ezredfordulóig ugyanúgy művelnek. De itt nem lehet késni. El kell érnem a dagályt, amint felemelkedik Chesil Beach kavicsos partjain. Jó az időnk? Csodás, gyönyörű! Ön nekem egy kicsit szelesnek tűnik. Minden rendben lesz. Tarajosak a hullámok. Nyáron, ha az időjárás engedi, Royston kapitány és legénysége minden héten 5-ször tengerre bocsátja csónakját, hogy a makrél a rajuk nyomába eredjen. Nagy hullámra várunk, vagy kicsire? Egy kicsire. Van valami oka annak, amiért ezt nem lehet motorral csinálni? Soha senki nem használt motort. Szóval ez a hagyomány tisztelete. Igen, mi nem szeretjük a motorosokat. Azért, mert a halak nem szeretik? Nem, de mindig így csinálták. Keményen kell dolgozni.
A terv az, hogy kihasználjuk a dagályt, amely visszavisz minket oda, ahonnan elindultunk. A többiek a part mentén követnek bennünket, mi pedig keményen evezünk a sodrás ellenében. Mennyi a sebességünk? Most nem valami nagy. Egy kicsit túlöltöztem. Mihelyt a háló egyik végét a partiak megfogják, mi kievezünk a nyílt tengerre, és komolyan nekilátunk a halászatnak. Most is van annyi makréla, mint gyerekkorában? Nem, közel sincs annyi. Evésre elég, meg néhány pint sörre a kocsmában. Hány makréláért kapnak egy pintet? Fél tucatért. Hát akkor a kocsmáros egészen jól jár. A hálót egy hatalmas félkörben leterítettük, és a csónak legénysége kijön a partra, hogy csatlakozzon a kinti csapathoz. Ahogy a dagály visszanyomja a hálót a partra, az emberek húzzák, ahogy csak bírják. Lógósoknak nincs helyük a csapatban. De végül is mindkét oldal megteszi a magáét. A háló boldogabbik vége a partra kerül, és a kavicsot elsimítva készen állunk rá, hogy fogadjuk a frissen csapkodó haltömeget. Fantasztikus! Jut elég a serpenyőbe. Mennyi lehet itt előttünk? Úgy 80-90 kiló. A 150-200 font. Mi van, Hugh? Kidőlt? Hé, ébredjen! Még sok helyre kell mennünk. Még egyszer megcsináljuk a fenébe. Most jön a nagyja. Három hálóvetést követően jut elég hal mindenkinek, és itt az ideje, hogy sort kerítsünk Royston hagyományos munkazáró teájára. Ez az öné. Mutassa meg, hogyan készíti. A módszer csupán annyi, hogy a makrélát egy vödör tengervízben felforralják. Elmossa a tányérját? Igen, mindig elmosom. Tessék, csak szolgálja ki magát. Hűha, gyönyörűen leválik a csontról. Csodás, nagyon jó. Nem valami szép, de nagyon finom. Ízlik? Nagyon. Makréla a la vödör. Szerintem ez kitűnő főzési módszer. Brian, meg kéne kóstolnia. Vagy egy hamburgerre vágyik? Inkább bedobok egy sajtburgert. Nem tudom rá beszélni. Nincs esélye, cimbora. Egy millió év alatt se. Felséges, olyan az íze. Meg nem eszem. Szerintem gusztustalan, nincs az a pénz. Annál több marad nekem. 30-valahány hal a részem, úgyhogy ki kell találnom, hogy miként konzerváljam őket az elkövetkezendő hetekre. Az emberek évezredek óta használják tartósításra a sót, de nem azzal a céllal, hogy valami csodás finomságot hozzanak létre, hanem csupán úgy, mint a haltartósítás egyik eszközét. De amikor a skandinávoknak eszükbe jutott, hogy ezt is hozzáadják a keverékhez, egy fantasztikus új étel született, a gravadlazac, illetve most a gravad makréla. Egy nagy csokor, friss kapor, a fólia sátramból. Ez a fő ízesítőanyag abban a pácban, amely fél kiló cukorból, 25 dek a sóból és 10 dek a fekete borsból készül. A pácot elegyengetjük egy régi borosláda alján. Erre jön az első halréteg. Bőrével lefelé, majd rétegenként a többi, amíg a doboz meg nem telik. Az utolsó réteget bőrével felfelé rakjuk. Az egészet beborítjuk a páccal, majd egy deszkát fektetünk a tetejére, és néhány téglával lenyomatjuk. És legalább két napra így kell hagyni. Ahogy a csodás angol nyár heve egyre fokozódik, a jerkéimnek, mintha kezdene melegük lenni ebben az öltözékben. Nincs mese, itt nyírásra van szükség, és Braid, az alkalmi birkanyíró érkezik, hogy leszkét adjon nekem művészetéből. Először a szépséges Lucy-t. Hány éves vagy? Ó, csak 16. Hűha. És még sohasem érte csók. Akkor rajta, Lucy. Amint Braid egyel végzett, rajtam a sor, hogy folytassam. Ha itt megvágod, akkor vége a mesének. Figyelsz? Igen. Eddig elég egyszerű, nem? Én nagyon félnék itt a szeme körül. Nem lesz semmi baj. Ahogy csinálod, egyszerre tűnik könnyűnek és nehéznek.
Na, mit szólsz? Elégedett vagy vele? Fantasztikusan néz ki. Hát érdemes ehhez úgy ragaszkodni? Nos, ez a gyapjú úgy 50 pennit ér ezzel a sok szalmával, amit sikerült belekeverned. Pont te lökted bele. Á, szóval az én hibám. Oké, elviszem a balhét. Értékelném, ha mindenért te vinnéd el a balhét. Egye fene, amíg van elég sör a hűtőben. És most jövök én. Jó, itt vár rád egy kis munka. Biztos vagy benne, hogy akarod? Nem, egyáltalán nem, de meg kell próbálnom, nem igaz? Szorítsd be azt a lábát a térded mögé. Egy kicsit aggódom, hogy eltűnik a feje. Gyerünk már, Hugh, ne sopánkodj annyit. Oké, vágjunk bele. Hol kezdjem? Itt olyan durvának tűnik. De nagyon félek, hogy megvágom a bőrét. Jól csinálod, Hugh. Jól csinálod. Nem hiszem, hogy ez egy darabban lejön. Jó van, Hugh. Szépen haladsz. A francba. Minden rendben? Be vagyok gyulladva. Jól csinálod, jól csinálod. Vér nincs, ez a legfőbb dolog. Nem vagyok toppon, hogy őszinte legyek. Na, most egy könnyebb rész jön. Fogd meg jól a birkát. Modellt ül neked, Hugh. Jól ül így. Ez az. Gyerünk, markold meg. Nem adod fel, ugye? Nem akarom feladni, de szeretném, ha inkább... Szeretnéd, ha inkább én csinálnám. Mondd, hogy feladod, a birka győzött, és akkor folytatom a melót. Igazán sajnálom, Joanna, de őszintén. Azt hiszem, jobban jársz ezzel a fickóval. Feladom. Oké, Hugh. Engem legyőzött a birka, rajtad a sor. Brady gyorsan végez a következő két birkával, és már csak az ürüm van hátra. Utolsó esély, hogy a teljes megszégyenülést elkerüljem. Rendben? Talán menni fog. Hopp, megunta. Ó, gyönyörű, gyönyörű. El ne menjen. Hová fenébe figyelsz? Micsoda kezdet? Készen vagyunk? Na, még egy kicsit. Meg is vagy pajtás. Kerestél újabb 50 pennit. Micsoda elfuserált fazon. Hugh, mit csináltál? Úgy néz ki, mintha most jött volna át egy húsdarálón. Egészségedre, Brad. Jó voltál, Hugh. Azért nem rossz, ugye? Szóval mondd csak, Brad, mennyire vagyok rossz birkanyíró? Hát őszintén, Hugh, totál használhatatlan vagy. Gondolod, hogy pszichésen károsítja a juhot, ha így néz ki? Kirekesztetnek érzi magát. Szegény, majd ránéz a két normálisra, és azt mondja, most így vagy úgy nézek ki. Lelki gondjai lesznek. Nem akarsz inkább tanácsadó lenni? Jó tanácsadó? Hát jobban teszem, ha inkább tanácsadással keresek pénzt nyírás helyett. Gyerünk, Greg, jó vagy nála! Nem foglalkozhatom túlságosan sokat Marge szexuális életével, mert már csak egy nap és kezdődik a középkori vásár. A disznóm nagy részét roston fogom megsütni, de egy értékes darabját megmentettem egy másik vásári áru, egy klasszikus nyugati uzsonna csemege érdekében. Egész Dorset egyik legkiválóbb hájas lepényét itt készítik az én helyi pékségemben. A recept a crepe fivérek Clive és Philip féltve őrzött titka. Ez az én kis ajándékom, uraim, a disznóm zsírszalonnája. Gondoltam, ha átengedem önöknek, megmutatják, hogyan kell hájas lepényt sütni. Van valami különleges titkos összetevője?
Csak egy igazi, szigorúan titkos különlegesség. Amit mások nem tesznek bele. Pontosan. Azt hittem, korrekt csere lesz. Én hozok egy kis friss szalonnát, olyan minőségűt, amilyet nem sokat láthatnak. Önök meg elárulják nekem a titkos összetevőt. Áll az alkú? Mit gondolsz? Hát, talán. Mi az, hogy talán? Talán eláruljuk. Beérem ezzel a talánnal. Megkockáztatom a dolgot. Vágjunk bele. Úgy 50 lepényt szeretnénk, és a fivérek készítenek egy nagy adag tésztát, amely, amennyire én látom, semmi másból nem áll, mint lisztből, élesztőből, cukorból és zsiradékból, egy kis meleg vízzel összekeverve. Közben az én szalonnámból is zsír lesz a pékség gigantikus kemencéjében, amelyet még ma is szénnel fűtenek. Amíg szenet lapátoltam, belecsúsztattak valamit? Egy kis valamit. A tésztát elharmadoljuk, kinyújtjuk, és alaposan megkenjük a River Cottage-i disznózsírral. Bőven szórunk rá porcukrot és mazsolát, aztán háromba hajtjuk. Végül további nyújtások és hajtogatások következnek. Az enyém egy kicsit ráncos lett, nem baj? Ez a kor. Mi is ilyenek vagyunk. Nem fogjuk még egyszer kinyújtani? De, csak alakítsa négyzetté. Mindhárom táblát 4x4, azaz 16 lepényre osztjuk. Már érzem, ahogy átitatja a zsír, és 20 percre a kemencébe rakjuk. Elég jónak látszik. Olyan lett, mint amilyet általában sütnek? Olyan, mintha... Ó, nézze, hát tessék. Frissen a kemencéből. Ez nagyon jó. Bár csak jobban odafigyelt volna. Ugyan már, szerintem túlságosan szigorú. Lehet, hogy maga már evett jobb hájas lepényt, de én még sohasem. Kitűnő. Nem is lehetne jobb. Tehát hol van az a titokzatos összetevő? Valahol itt? Mit gondolnak, van itt egy kicsi? Majd holnap elmondjuk, hogy is van ez. Hadd gondolkozzon rajta ma éjjel. Hazatérve további gondok nyomasztanak. Reg nagyon keservesen teljesít. De nem engedhetem meg magamnak, hogy a marhák szexuális diszfunkciója eltérítsen a feladattól. Egy egész disznó vár rám. Egymagam nem tudok megbirkózni vele, úgyhogy régi barátom és lekvárkészítő riválisom, Barbara Gunning jön át, hogy segítsen a munkában. Felkészült a tetlegességre? Csak emlékeztetni akarom, hogy ez egy lánydisznó. Ne akarjon kizökkenteni. A legkézenfekvőbb helyen fogom kezdeni. Húzza fel. Emelje fel a fejét. Nyomja. Jaj, ez fáj. Kölcsönöztem egy valódi pecsenyesütő felszerelést, és az első dolgunk az, hogy a disznót tisztességesen a nyársra rögzítsük. Amíg Barbara a konyhába indul, hogy utána nézzen az almaszósznak, én egy éles késsel, egy maréknyi sóval és némi friss kakukkfűvel próbálom elérni, hogy a bőr gusztusosan ropogóssá váljon. A vásárt a szomszéd földbirtokos hétvégi rezidenciájának kertjében tartják. Ahhoz, hogy a lakom a kora délutánra elkészüljön, virradatkor kell nekilátnom a munkának. A faszenet felizzítom, és a disznót 10 percenként meg kell forgatnom. Ez egy több műszakos állás. Először én vagyok beosztva, Barbara lesz a következő. 10 órakor meg is jön, nekem pedig a jelmezem után kell néznem. Túl cifra. Végül kikötök valaminél, ami éppen jól illik szerény társadalmi helyzetemhez. Hangpróba, ó, végre történik valami csodás. Remek, tessék, kipróbáltuk, köszönöm. A középkori felhajtás hamarosan elkezdődik, és minden a terv szerint halad. A mi disznónknak van a legszebb öltözéke, a legfinomabb, ropogósra sült malacbőr. Jól néz ki, ugye? Igen, nagyon. Nem gondolja, hogy megkínálhatnánk magunkat egy kis előkóstolóval? A bőre alapján arra következtetek, hogy a többi része is tökéletes? Ahogy mondja. És az almamártás felteszi rá a koronát. Nem tudom, mi tűnik ízesebbnek, maga vagy a disznó.
Köszönöm, én nem lennék a helyében. Úgy vélem, egy kicsit kényelmetlen lenne. Két óra van, és a kapuk megnyílnak a dorbézolók előtt. Hölgyeim és uraim, nagy tapsot kérek azoknak, akik jelmezbe öltöztek. Illő tisztelettel adóznak nekem. Egy apáca vagy kettő? Akkor térjenek vissza a standokhoz, a játékokhoz, a szórakozáshoz. Míg a résztvevők hangulata uramnak és mesteremnek köszönhetően a magasba emelkedik, Barbarával komolyan neki kell látnunk a munkának. Elég hamar vissza kell majd térnünk arra a másik lábra. A titkolódzó krepfivérek is itt vannak, hogy segítsenek eladni a hájas lepényt. Ropogós malacbőr a várkisasszonynak. Ez fantasztikus. Ön kap egy kis ráadást, mert olyan csinos. Jöjjön vissza, ha elfogyott. Megjegyezném, asszonyom, ön éppen a legmegfelelőbb pillanatban érkezett, mert el kell, hogy kényeztessük. A kastély úrnőjének külön adag ropogós bőr jár. Nagyon finom. Nem szárad ki? Egyáltalán nem. Ízlik? Nagyon-nagyon finom, nagyszerű, csodálatos, igazán jó. Még egy kis bőrt, egy kis extra bőrt. Nos, a fogaim tudja... Csak próbálok egy kicsit jó lenni a főbérlőmnél, a plusz adag malacbőrrel. Amíg a fogaimat nem fenyegeti veszély, addig lehet róla szó. Végtelen tiszteletemről akarom biztosítani lordságodat. Ha nincs dekoltás, nincs malacbőr. Ó, de kár! Egy elégedett vásárló. Köszönöm. Megfele? Tökéletesen. A hájas lepények kezdenek elfogyni, és az én disznómnak is már csak egy lába van. Ami a bajuszomban maradt, az jó lesz holnapra. Köszönöm, nagyon köszönöm. Hajnal óta talpon vagyunk, eladtunk 200 sült húsos szendvicset, de mi szolgák még nem pihenhetünk, mert következik a nagy finálé, a kötélhúzás. Barbara és én vezetjük a helyi csapatot a nyúlvadászpáp csapata ellen. A kötél a vizes árok felett feszül. A River Cottage versenyzői foglalják el a helyüket. Ők nagyon messziről kezdik, nem hiszem, hogy ez jó taktika. River Cottage, készen áll, fogják meg! És rajta! Ez nem volt jó ötlet. Lélegeztetésre van szüksége. Gyerünk, Hugh! Ez itt a régió Anglia, nem Németalföld. Maga miatt volt. Hugh, van visszavágó. Ne adja fel. És mindez egy üveglekvár miatt. Találnak egy hordót a sorompó mögött. Az a nyeremény. Gratulálok a nyúlvadásznak. Legközelebb a nedves idő tönkreteszi a szénámat, de ehető, idegen életformát produkál a birtokon, és Joanna a birka pénzt hoz a házhoz. Közreműködött Holnándor, Szatmári Attila, Rosta Sándor, Besenyei Emma, Izsóf Vilmos, Versényi László, Pap Dániel, Bőmanita, Faragó András. Magyar szöveg Terényi Melinda, szerkesztő Tőke Andrea, szakértő Piros Kriszta, hangmérnök Pető Gábor, gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Sostarics Ágnes. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.